Egy tűt sem lehetett leejteni a gödöllői városi vegyeskar és a hatvani Grassalkovics énekegyüttes minősítő hangversenyén május 4-én. Az Erzsébet királyné szálloda dísztermében megtartott koncerten többek között Kodály, Haydn és Monteverdi műveit adták elő a kórusok, akik együtt és külön is színpadra léptek. A kórusok szövetségének zsűrie a gödöllői városi vegyeskarnak az elismerő fesztivál kórus minősítést, míg a Grassalkovics énekegyüttesnek gála kórus minősítést adott. Az esten Molnár Tamás és Pehán Kornél vezényelt.